A befejezési határidő előtt 3 hónappal péntek délután ünnepélyes keretek között átadták Kisvárda déli tehermentesítő útját. A projekt keretein belül egy 3,3 km hosszú, 2x1 forgalmi sávú külterületi összekötő út épült meg. Az ünnepségen beszédet mondott Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, aki hozzátette, az út megépítése kiemelkedő fejlesztés, mert lehetővé teszi, hogy a város területének legnagyobb részéről kitiltsák a teherforgalmat. Aki itt él, az pontosan érzi azt, hogy hogy telt el az elmúlt mondjuk 5-8 évünk, amikor hál' Istennek a Kisvárda ipara és a környékbeli települések ipara fejlődik, mondjuk akár a Mastergoodot is nyugodtan említhetem, nem a reklám helye, de azért az a napi 20-30-40 kamion, amelyik átment a városon, vagy az, aki tapasztalta, hogy mondjuk a város déli részénről megpróbált kijönni a 4-esre, az milyen nehézségek árán tudott átjönni, az pontosan érzi, hogy ennek az útnak mi a jelentősége. Azt gondolom, hogy ennek van egy szimbolikus jelentése, és van egy nagyon komoly gazdasági jelentősége is. Kezdjük a gazdasági jelentőséggel. Igazából a város, a történelmi belvárosból ki tudjuk a kamionokat, a teherautókat tiltani, hiszen nekik is megfelelő módon biztosítjuk azt, hogy a város bármely logisztikai pontját elérjék. Ez fontos. A beruházás részeként 4 körforgalmi csomópont épült az új tehermentesítő út és a 4-es számú főút találkozásánál, a Kisvárda-Ajaki út csomópontban, az Anarcsi út csomópontjában, valamint a Mastergood Kft. Telephelyénél. Sesták Miklós kiemelte, a közös összefogásnak köszönhetően az új út az építésre szánt 11 hónap helyett alig több mint 7 hónap alatt elkészült, összesen 3,3 milliárd forintból. Ugyanakkor ez egy szimbolikus jelentőség, ahogy el is mondtuk, hogy elindultunk egy úton. Ez az úton azt gondolom, hogy jó irányba haladunk. Ennek megfelelően a közös összefogásnak köszönhető például, hogy több hónappal korábban sikerült átadni az utat, folytatódnak a többi útfejlesztések. Jól mondta, a megye eddig is kiemelten kezeli az útfelújításokat és útfejlesztéseket. Ez egy nagyon lényeges pontja, és természetesen itt pont, hogy rápillantunk a képre, látszik, hogy az M34-nek a tervezése is lassan majd elkezdődik, hiszen a környezetvédelmi hozzájárulásunk megvan. Jövő évben elkezdett a tervezés, pár éven belül az M34-es is ki fogja vezetni az országhatárra gyorsforgalmi úton az úthálózatot. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT vezérigazgatója az átadáson kiemelte, a jövőben további beruházásokat tervez Kisvárdán, ilyen például az északkeleti elkerülő út megépítése, egy új körforgalom kialakítása, valamint járműosztályozós csomópont létrehozása.